Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövidképes ismertetőnket. Egyre több család készül az új tanévre. Sokuknál már a tanszerek vásárlása is megtörtént. A Kisteleki Általános Iskola tanítói idén is listába foglalták, milyen eszközökre lesz szüksége a tanulóknak a tanév folyamán. Stábunk utána járt, mekkora költséggel járhat a beiskolázás a családoknak. A Kisteleki Általános Iskolában már készülnek az új tanévre. Hogyan készülnek rá? Hát még nagyon le se zártuk az előző tanévet, hiszen egészen július 5-éig itt még táborok folytak az iskolában. Erzsébet tábort tartottunk két héten keresztül, az első héten 73 tanuló, a második héten pedig 131 kisgyerek vett részt ezekben a programokban. Ezeken a napokon én nagyon szépen köszönöm a kollégáimnak azt, hogy a nyári szabadságuk idején is vették a fáradtságot és segítették ezeknek a táboroknak a megvalósulását, és igazából azóta jöttünk el nyári szabadságra. A nyári szabadság ideje alatt természetesen az iskola teljes nagy takarítása és az apró karbantartási javítási munkáknak a megoldása zajlik, a technikai dolgozók segítségével, és nyilván az elvárásunk, hogy szeptember 1-ére, mire kezdődik a tanév, addigra egy szépen rendbetett, kitakarított iskola várja majd a tanulóinkat. Hány első osztályos tanuló kezdi meg a tanévet itt Kisteleken? A Kisteleki Általános Iskolában három párhuzamos osztályban összesen 72 kispajtás kezdi meg a tanulmányait. Ez azt jelenti, hogy 24 fős osztályokban gondolkodtunk ebben a tanévben, és megtartottuk már azokat a szülőértekezleteket a tanév végén, amelyek a elsősök beiskolázásával kapcsolatosak, a kedves szülők megismerkedtek a tanítónénikkel, meghallgatták az ő instrukcióikat, elvárásaikat, és az én tudomásom szerint augusztus vége felé már a családlátogatások és az ismerkedések is megkezdődnek a kisgyerekekkel és a szülőkkel egyaránt. Milyen taneszközökre lesz szüksége az első osztályosoknak? Hát az iskola nem képzelhető el tankönyv és taneszköz nélkül, bármennyire is digitális ez a világ, azért a papírra, ceruzára, színesekre, egyéb eszközökre még szükségünk van. Az elsősök mindig kapnak egy listát a tanítónéniktől, de most minden évfolyamon és még a főső tagozaton is készítettünk a szaktanárok segítségével, tanítónénik segítségével egy ajánlott felszerelés listát, amely az iskola nyári információk című cikkének linkjén megtalálható, tehát ott utána tudnak nézni a kedves szülők, hogy mikre lesz szükség, és bizony így augusztusra fordulva most már ezeknek a beszerzéséről lassan el kell kezdeni gondolkodni. Én arra kérem a kedves szülőket, hogy ne vigye el őket a hív az irányba, hogy a külseje milyen annak a füzetnek, vagy annak a bármilyen taneszköznek, hanem inkább a minőségre törekedjenek, és ebben a tanítónénik én azt gondolom, hogy pontos instrukciókat nyújtottak, hogy milyen ceruzákra, milyen radírra, milyen egyéb eszközökre van szükség, úgyhogy ezt forgassák a kezükben ezt a listát, és legyenek szívesek ennek megfelelően előkészülni a tanévre. Hiszen eszköz nélkül azért nagyon nehéz úgy teljesíteni egy kisgyereknek, ahogy azt a tanítónéni szeretné, és őt magát is ez nagyon nehéz helyzetbe hozhatja, hogyha nem megfelelőek az eszközei. Úgyhogy erre kérek szépen nagy hangsúlyt fektetni mindenkinek. Van a hagyományos fizetek, egy olcsó kategória, amiket a nevelők is arányban részesítenek, ezek használhatóak. Van egy kicsivel jobb minőségű az ikós termékek már, ugye ezek már egy kicsit prémium kategória. Előnye ezeknek, hogy nem kell csomagolni, tehát csomagolás nélkül is már. Addig még ezekre azért kell egy borítót rakni, akkor már majdnem ugyanazt az árat képezni, mint hogyha megvenni a jobb minőségű fizetet. Tehát. És fizetek terén melyik a legnépszerűbb? Az ikós termékek a legnépszerűsebbek, meg a hagyományos fizetek nyilvánvaló, amik a nevelők által vannak részesítve. A dizájn termékes fizetek azok meg ugye egy más vonalú tendenciát mutatnak, amit a látvány, a reklámok, a média által közvetített rajzfilmfigurákból népszerűsített dolgok. Nyilvánvaló, hogy szeretik, meg is vásárolják a szülők,
mink, én legalábbis azt mondom, hogy én nem ajánlom. Egy az, hogy minőségben sem tudják ugyanazt mondjuk, mint egy ikófüzet, arról nem beszélve, hogy elveszi a gyereknek az odafigyelést az óráról, a figura, a látvány, stb. Tehát én azt mondom, hogy egy alsó kategóriába, tehát alsó osztályos kategóriába 1-4-ig én a hagyományos füzeteket népszerűsíteném, mivel a gyerekeknek ki kell alakulni az, hogy együttműködjön a nevelővel, és néha a design termék figyelmét a tanulásról vagy az óra anyagáról. Ez így szakmai véleményem. Lassan elindul a beiskolázási szezon, itt a Fifi papírírószerben is. Mire van szükség egy első osztályosnak? Egy első osztályosoknak egy alapfelszerelés, ami egy alapcsomagból maximum egy 10 kis füzetről, 2-3 nagy füzet, rajzlapok, vizuál technika, ugye rajzeszközök, a jobb minőségű ceruzák, amik elengedhetetlenek itt a grafitra, a postainakra gondolván. Hát tulajdonképpen a pirctól a színet ceruza, tehát ilyenekre van szükség, nyilván, tehát egy alapcsomag, amit itt nálunk Kisteleken ugye a tanítónénik által összeállított lista alapján vásárolnak. És ezek a termékek mind megkaphatók az üzletben. Mire érdemes odafigyelni a szülőknek? A szülőknek elsősorban arra érdemes odafigyelni, hogy megkaptak listát, hogy azt vegyék meg, és azt a márkanévvel, abban a titulussal jelzettet, amit a tanítónő kér. Mert így tudnak együtt dolgozni a gyerekek. Egy gyengébb minőségű termékekkel nem tud lépést tartani a gyermek az órai anyaggal, nyilvánvalóan lemarad, törik a hegye a ceruzáknak, stb. Mindig el szoktam mondani azt a titulus, hogy egy jó konyhakéssel, így élesen lehet dolgozni, éles szerszámmal lehet kapálni. Gyerekekre is ugyanez vonatkozik, amit adunk a kezükbe, az meghatározza a munkáját, az osztályzatát, mindent. Magába az igyekezetét, a cselekvését a gyereknek. Ezekre nagyon oda érdemes figyelni, és ezeket a termékeket keressék a szakirányú boltokat. Hogy ott vásárolnak a multik, elviszik a vásárlást azon termékekről, helyettesítenek másokkal, színben, pompában, egyebekben sokkal szebbek nyilvánvaló, mint amit a nevelő kér, de azt vegyük meg, ami a nevelőnek kell. Nyilvánvaló ez így első osztályban egy kicsit költségesebb, de viszont 2 évre vásárolnak, azt tudni kell. Első, második osztályig jók ezek a vizuál technikai, a rajz felszerelések, és ez csak utána csak egy kis némi pótlás kell hozzá. Mennyi lesz a vége? Ez 28.680 forint a tanítónő által kért, ikós termékcsaládokból, tehát ez a jobb minőségű termékcsaládból. És ebben még nincs benne ugyebár a tornaszer, illetve egy-két különböző eszköz. A benne van, tehát ez még kiegészül, ami nálam a boltban nem kapható, nyilvánvalóan a műanyag, doboz, ivó, pohár, tehát egyebek a tornaeszközök az plusz hozzájön. Ez csak az oktatáshoz szükséges termékekről beszéltünk. Mire érdemes odafigyelni itt a vásárlás során? Itt, amint mondtad, a minőség, tehát ez tényleg az a minőség, ami jobb minőség, ez élhető, dolgozható a gyereknek is, a nevelőnek is. Ezek tender áruk, ezekkel nincs baj. Ezt elmondhatjuk, hogy közel 30-35 ezer forint már egy gyermek esetén elegendő lehet a beiskolázásra. Ez egy 30 ezer forintos termékcsalád, tehát 28.680 forint. Ezhez még jön majd a tankönyvborító, a füzetborító, tehát ezekkel, tehát így azért mondom, hogy egy 30 ezer forint, de ez egy jó minőségű, tehát ott a nevelők által. Nyilvánvaló, hogy ezt egy gyengébb minőségű, helyettesíthető eszközökkel is lehet pótolni, most az egy 4-5 ezer forintot jelent. Az Árpád-Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikumban is elkezdődött a felkészülés a közelgő iskola kezdésre. Tóth Gabriella, az intézmény vezetője foglalta össze stábunknak, hogyan is készülnek az új tanévre. A Kisteleki Árpád-Fejedelem Gimnáziumban is készülnek már az új tanévre. Hogyan készülnek?
Igen, itt lesz lassan, ugye augusztus közepén már elkezdődik a készülődés az új tanévre. Az első lépése ennek mindig, hogy megkapjuk a tankönyveket. Ez a mai nap történt meg, hogy a tanév végén megrendelt könyveinket a 9-12. Osztályosoknak megkaptuk. Néhány könyvet később szeptemberben szoktunk megrendelni, amikor a nyelvi csoportokat kialakítjuk, amikor kiderül, és akkor a nyelvkönyveket rendeljük meg. Akkor derül ki véglegesen a Honvéd Kadét tanulók létszám, az ő számokra a honvédelmi alapismeretek könyveket is ekkor rendeljük meg, de a többi tankönyv az gyakorlatilag hiánytalanul megérkezett, úgyhogy most már szét lesznek szortírozva osztályonként, tanulónként, úgyhogy az első tanítási napon mindenki meg is kaphatja a tankönyveit. A készülődésnek ugye még egy fontos része szokott lenni, hogy ilyenkor azért nagy takarításon esik át az iskola, hogyha esetleg van valami felújítási munka, akkor azt elvégzik, úgyhogy ennek is nagyjából a végén járunk. Ezen a nyáron a konyhához kapcsolódóan megújult az ebédlőnk is, néhány éve azért használaton kívül volt, hiszen nem történt főzés sem az épületben, a konyhaépítés az gyakorlatilag egy kicsit azért le is amortizálta a helyiséget, úgyhogy most nyáron úgy új lendülettel indulhasson ez az iskolai étkeztetés, ezért felújítás alatt van az ebédlő, nagyjából annak is a végére érnek, amikorra kezdődik a tanév, úgyhogy ez a projekt vár még befejezésre, hogy augusztus 26-ai héten megkezdhessék a pedagógusok is a munkát, illetőleg néhány diák, hiszen 27-én találkozunk néhányukkal, akiknek nem sikerült eredményesen befejezni a tanévet. Szerencsére nem sok tanulónak kell javítóvizsgázni, úgyhogy bízom benne, hogy felkészültek vagy készülnek még a hogy sikeresen tovább haladhassanak az osztályukkal, illetőleg 28-án szerdán egynapos program keretében várjuk a 9. osztályosainkat, gólyatábort szervezünk a számukra. Ez hagyományosan Opusztaszeren szokott lenni a plébániának az udvarán, illetőleg ott a közösségi termében. Ez reggel indulnak többségében, vagy aki tud biciklivel, a délutánig tart, és akkor ismerkedős feladatok vannak, részben ismerkednek, akik nem voltak eddig osztálytársak egymással, ott vannak az osztályfőnökök, néhány felsőbb éves diák, úgyhogy eddigi tapasztalatunk az, hogy mindig nagyon jó hangulatban telnek ezek a napok, és már úgy jönnek ide, hogy nem félnek majd belépni az iskolába szeptember 2-án reggel, amikor a tanévnyitó ünnepséggel megkezdjük a munkát, aztán tanévnyitó misével folytatjuk. Lesz utána 3 osztályfőnöki óra, ami főleg ugye a 9-eseknek hoz majd sok újdonságot, de mindenki számára ugye felelevenítjük újból a házirendet, sor kerül a tankönyvkiosztásra, nyári élmények megbeszélésére, a következő tanév feladataira vagy nehézségeire való felhívásra vagy megbeszélésre, órarendet akkor ismerhetik meg a diákok, egyeztetik az adatokat, ha esetleg valami beváltozás történt, úgyhogy ilyen kicsit lájtosabban indul a tanév, aztán 2 viszont órarend szerinti órákkal folytatjuk az évet, vagy kezdjük meg az évet. Hány diák kezdi meg a tanévet itt szeptember 1-én? 117 diákunk lesz a következő tanévtől. A 9. osztályosoknak a létszáma a gimnáziumi osztályban 22-en lesznek, a technikumi osztályban pedig 15-en, úgyhogy 37 9. osztályos tanuló megy el terveink szerint gólyatáborozni, és megkezdi meg utána a tanévet. Mai napon a tankönyvek is megérkeztek. Itt történt-e bármilyen változást az elmúlt évekhez képest? Nem azt gondolom, hogy amióta ugye az új nemzeti alaptanterv életbe lépett 2020 óta, folyamatosan cserélődtek a tankönyvek. Tavalyi év volt az első olyan tanév, amikor a végére értünk ennek a 4 éves középiskolai ciklusnak, úgyhogy gyakorlatilag kialakultak azok a tankönyvek, amelyek megfelelnek az előírásoknak, és a pedagógusok pedig szeretik őket használni, úgyhogy nagyjából beállt ez a rendszer. Augusztus 20-án a hagyományoknak megfelelően színes programokkal készül az önkormányzat. Az egésznapos programkavalkád idén a Szent István téren várja a kikapcsolódni vágyókat, ahol az este folyamán Penci Mária Magdolna, avagy ahogyan sokan ismerik, Dolly is fellép. A programokról Remző Fanni, a rendezvény egyik szervezője osztotta meg gondolatait. Az államalapítás ünnepére készül a Kisteleki Városi Önkormányzat. Hogyan készülnek önök?
Mint minden évben, idén is ez lesz a legösszetettebb rendezvényünk. A korábbi években ez több helyszínes volt. Idén annyit változtattunk a korábbi struktúrán, hogy most minden beköltözik ide a főtérre. Tehát a vásártér az kiesik a helyszínek közül. Úgyhogy most minden itt lesz bent a központban. Talán ez mindenkinek egy kicsit közelebb van, családiasabb lesz, és abban reménykedünk, hogy ezáltal a hangulat is még színvonalasabb és jobb lesz majd. Milyen programok várják a helyieket? A délelőtt az teljes mértékben az ünnepi részről fog szólni. Annyit leszámítva, hogy természetesen a hagyományos futóverseny és kerékpárverseny az nem maradhat el. Ennek a regisztrációja 7 óra 30 perckor fog kezdődni, 8 órakor pedig már start lesz. Ásványvizet minden résztvevőnek biztosítunk, emellett limitált darabszámban ünnepi pólóval is szeretnénk kedveskedni a versenyzőknek, és ezzel párhuzamosan a Hétkerék Egyesület hagyományos street kupája is meg lesz rendezve. A délutáni programokról mit lehet tudni? Délután már kötetlenebb lesz a program, addigra lemegy az ünnepi rész. 14 órától egy kis térzene, ott addigra mindenki az ebédet megemészti, és akkor 15 órától a Silver Step Tán Stúdió bemutatóját tekinthetjük meg. Ez jellemzően hip-hop tánc szokott lenni, a helyiek nagyon kedvelik, és nagyon sok kisteleki növendék is benne van ebbe az egyesületbe. 16 órától az idősebb Vándor Rudolf fúvós zenekar műsora lesz megtekinthető, ők is elég nagy rajongó táborra rendelkeznek szerencsére. 18 órától a Gipó Cirkusz fog nekünk egy élő koncertet tartani, ezt követően pedig 21 órától a Dolly Plus fog egy másfél órás élő koncertet tartani nekünk. Erre kimondottan büszkék vagyunk, ugyanis a művésznő idén lép föl utoljára, idén vállal utoljára koncerteket, ő a jövő évtől szeretne visszavonulni, tehát nagyon örülünk neki, hogy elfogadta a meghívásunkat, és még így utolsó évben el tudtuk őt hívni ide Kistelek városába. Az egész napos színes programokra kiket várnak? Kicsiket, nagyokat, időseket, fiatalokat, mindenkit. Igyekeztünk úgy összeállítani a különböző programelemeket, hogy mindenki megtalálja a kedvére való kikapcsolódási lehetőséget. A kicsiknek gondoskodtunk körhintáról, ugrálóváról, lesznek különböző kitelepült árusaink, és igazándiból a koncertek pedig úgy gondolom, hogy fiatalokat és az idősebb korosztályt is egyaránt megszólítja majd. Több edzőmérkőzéssel és számos érkezővel készül a bajnoki rajtra a Kisteleki TL. A szezon előtti utolsó felkészülési mérkőzéseken már csak a finom hangolásra van lehetőség. A felkészülés során szerzett tapasztalatokról Vince Ferencet, a csapat játékos edzőit kérdezte stábunk. Elérkezett a felkészülési időszak hajrája. Hogyan készül a csapat ebben az időszakban? Hát jelenleg heti egy edzéssel készülünk, most volt az első edzésünk, igaz két edzőmérkőzést már lejátszottunk előtte, de még így is nagyon hiányos, mert több nyaralunk van meg minden, de heti egy edzésen megpróbálunk erőt gyűjteni, még van némi hiányosság egy meccs után, látom, fejlődünk. Több edzőmeccset is játszott a közelmúltban a csapat, legutóbb még háromra kaptak ki hazai pályán. Mik a tapasztalatok ezen a meccsen? Első fél időben elég jó bírtuk, erőlétileg, mint már mondottam, tehát ott vannak problémák, új a csapat, tehát össze kell szoknunk, és meg több hiányzónk van a nyaralások miatt, még egyszer ismétlem, ha azok itt lesznek, teljesen más lesz, tehát védelemben is, támadósorban is még tudunk erősödni, meg összeszokás, ami idő, tehát ez nem elég egy-két edzés, ez kell legalább egy fél év, mire a csapat egy hullámoszon tud teljesen lenni. Milyen gyakorlatokkal és milyen taktikai elemekkel készül a csapat? Hát próbálunk minél több labdás gyakorlatot, tehát támadás, védekezés, építéseket, emberelőny, emberhátrány, igazából üres futást nem nagyon szeretjük, főleg labdásokkal. Illetve szabadrugás variációk, beadás, szöglet, ezeket próbáljuk. Azt mondom, középpályán elég jó, elég stabil. Az összeszokás lesz a lényeg, és ezt csak játékkal tudjuk. Több játékos, több különböző csapatból érkezett, mennyire nehéz, hogy ők összeszokjanak?
Meglepődtem az első edzőmérkőzés, amikor legelőször találkoztunk, még edzés nélkül minden nélkül. Ott különösen jól be tudtak épülni, és úgy veszem észre, hogy elég hamar össze tudunk azért szokni. Abban a játék stílusban vannak ők is, mint mi, és ők is úgy látom, hogy annyira fanatikusak. Tehát csúsznak, másznak a pályán, lelket beleteszik mindent, úgyhogy szerintem nem lesz probléma velük se. Természetesen más, tehát több külön közösségből jöttünk, mindenkinek más volt a játékstílusa, majd megszokjuk a közös játék hangot. Hogyan érzi az augusztus 24-i szezon rajtra? Összeérhet a csapat? Hát ezt még korai így megmondani, még addig igazából lesz egy edzőmérkőzésünk egy megye-2-es csapattal, és ugyancsak megye-2-es csapattal lesz egy kupamérkőzésünk, ezek már ugye nagyobb falatok lesznek. Makóra utazunk első körbe, az se lesz könnyű, nem tudom, hogy majd mennyire jönnek-mennek ott a játékosok, megpróbáljuk azért a legjobbat kihozni belőle. Már időpontváltozás is van, tehát vasárnap délelőtt lesz a mérkőzés, remélem fölébrednünk akkorára, és akkor pályán leszünk. A Vármegye harmadik osztályának Mezőnyéről milyen információi vannak a csapatnak? Nem sokat tudunk igazából róluk, tehát vannak megszűnt csapatok, onnan, hogy a játékosok merre mentek, melyik csapat erősödött, nem tudjuk. Igazából az alapcsapatokat tavaly is figyeltük, az erősítéseket ott kiderül. De én szerintem, én azt mondom, hogy ez a csapat, ha összeszok a középmezőnybe, meg tudjuk állni a helyünket, bízok benne. A bajnokság erős sorrendje az ősz folyamán derül ki, ezt elmondhatjuk. Igen, tehát mindenképpen ott fogunk majd ismerkedni a Megye 3-mal, illetve a csapatokkal. Vannak, azt tudom, hogy vannak olyan csapatok, akik a megszűnés félén volt, és mégis vállalták a Megye 3-at. Nem tudjuk, mennyire erősítettek be. Tehát hogy lesz egy ilyen, azt mondom, hogy zákányszék, ami kérdőjeles, hogy ők mennyire tudtak beerősíteni. Tehát lesznek ilyen gyengébb csapatok, azért mondom, hogy a mi keretünk, azért fiatalok is vannak közöttük, meg Megye 3-as játékosok jöttek ugye ülésről. Szerintem fel tudjuk venni a versenyt velük. Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című magazinműsorunk, amelyben ezúttal ellátogatunk a kisteleki kézlabdatáborba, megismerkedhetnek a vidéki élettel a vidéki ízei táborba, és Brendan Amaszó plébános első kisteleki misét is megtekinthetik felvételről. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!